Tavaly készült el a Szekszárdi Ybl Miklós utcában a Megyeljugú Város új ügyeleti központja, a nyitással viszont idáig várni kellett. Most viszont az Önkormányzat Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága rá tudott bólintani arra a szerződéstervezetre, amit az itt dolgozó házi orvosokkal köthet meg a város. Ezt a szolgáltatási szerződést, amit legutoljára több körű tárgyalás után elfogadtak az orvosok, erről szavazott a GVB, hogy jóvá hagyjuk, tehát ez alapján megköthető a szolgáltatási szerződés, úgyhogy elhárult az akadálya, hogy a ügyeleti központban meginduljon az orvosi ellátás. A most még kihasználatlanul álló épületet hosszas egyeztetés követően vehetik majd használatba az orvosok és a hozzájuk érkező páciensek. Egy hosszú folyamat lezárult, ugye megépült az ügyeleti központ az Ybl Miklós utcában, és az orvosokkal kellett az önkormányzatot megállapodni a szolgáltatásnak a feltételeiről. Most már csak arra van szükség, hogy a Megyeljugú Város közgyűlése is elfogadja a GVB javaslatát. Erre várhatóan néhány napon belül sor kerül majd.